Kedves gyerekek, ismét itt vagyok, egy technika órával jöttem hozzátok. Tegnap volt a Föld napja, és ennek kapcsán szeretném a új feladatot megmutatni nektek. Tudjátok, hogy milyen fontos a Földünk védelme, hisz nem csak magára a Földre kell figyelni, hanem a rajta lévő állatokra és növényekre is. Van nagyon sok veszélyeztetett fa is már, ide hoztam közénk egy kis teknőst is, és megmutatok nektek még valakit. Hát, ha megmutatja magát, akkor majd oda vetetem a kamerát. Még egyszer, van nekünk egy saját kis teknősünk is. Persze nem ő a veszélyeztetett, hanem a sokkal nagyobb testvérei. A mai munkánk egy képes lap lesz. Ez egy háromdimenziós képes lap. Be tudjuk csukni, és amikor kinyitjuk, láthatjátok, hogy a markotokban tartjátok majd a föld gömböt. Ezzel jelképezve, hogy kezünkben van a földünk sorsa. Kukucskál a mi kis teónk is, talán látszik. Megmutatom, ott úszkál. Mondom már is a feladathoz szükséges eszközöket. Láthatjátok, hogy van az asztalon egy színes A4-es papírunk, egy fehér A4-es papírunk. Szükséged lesz ollóra, filctollakra, ceruzára, ragasztóra, és ez a cellux igazából csak sablonként szolgál, hogy a földgömböt egy kicsit könnyebb legyen megrajzolni. Mutatjuk már is, hogy hogy kezdjük a munkát. A kék lapra lesz először szükségünk. Megkérem Annámat, a kis segítőmet, hogy most hajtsa félbe a lapot. Itt szeretném látni a hajtásvonalat. Ügyesen hajtsuk félbe. Nagyon jó, ha meghajtottátok, ketté hajtjátok a lapot, majd ügyesen a hajtásvonal mentén el kell vágni kettőbe. Most félre is rakjuk, nekünk itt van már félbevágva. Most ezt a két kék lapot is félbe kell hajtanunk. Másikat is. Jó, most ezt a két papírt egy rövid időre félre is tudjuk rakni. Most lesz szükségünk a fehér írólapra és a tenyerünkre. Az ügyesebbik kezeddel fogsz rajzolni, tehát aki jobbkezes, az a bal kezét fogja szépen ügyesen körbe rajzolni a papírlapon. Nagyon ügyes vagy, Anna. Nem kell végigrajzolni, köszönöm. Ha ezzel megvagy, nincs is más dolgod, mint nagyon ügyesen, pontosan körbevágni ollóval. Mi ezt a lépést is kicsit megcsináltuk előre. Most elővesszük újra a kék papírunkból az egyiket, és az lesz a feladat, hogy ezt a kezet, ezt a kis tenyérlenyomatot be kell ragasztóznunk. Ügyesen, hogy benne szakadjon véletlenül sem az ujja. És úgy fogjuk elhelyezni majd a kék papírlapunkon, hogy a tenyere közepe, az körülbelül ide kerüljön a hajtásvonalra. Mindjárt látjátok, Anna megmutatja. Nagyon ügyesek vagytok. Így is van. Ha ezzel kész vagyunk, jön a következő lépés. Félbehajtjuk ismét a papírlapot, tenyérrel együtt. Így. És ahol a hajtásvonal van a papíron, ott kell két kis bemetszést ejteni a lapon. Mutatja az Anna már is, megfogja az ollót. Megrajzolom neki egy pillanat. Fogd csak meg a lapot, Anna. Jó. Tehát körülbelül a közepénél, bocsánat, így a közepénél két ilyen hosszú bemetszést kell ejteni. Úgy, másikat is. Most, ha kinyitjuk a lapot,
ezt a kis hajtásért megpróbáljuk a másik irányba behajtani. Ettől lesz a képünk majd háromdimenziós. Leélezzük ezt a hajtást. Szuper. És kinyitjuk. Így el is készült a tenyerünk. Most készítjük hozzá a földgömböt, amit akár egy celluxot körberajzolva, vagy bármi egyebet, használva körsablonnak körberajzoljátok, anya-apa segítségével kis földet rajzoltok, ezt ügyesen kiszínezitek. Én azt gondolom, hogy a fiúk már biztos sokszor lerajzolták a földgömböt, úgyhogy nekik ez könnyű feladat lesz. Szerintem fejből is meg tudnák rajzolni. Úgy. Gyorsan zölddel kiszínezzük a szárazföldi részeket, kékkel természetesen a vizet színeztük. És ha ezzel is megvagyunk, nincs más dolgunk, hogy felragasztjuk ennek a fülecskének az elejére. Ettől fog kinézni majd úgy a képeslapunk, mintha a tenyerünkbe hordoznánk a földgömböt. És ha ügyesen csináljátok, akkor be is lehet csukni ezt a lapot majd. És ha újra kinyitod, újra kiemelkedik. Anna is közben elkészült. Megpróbáljuk becsukni. Csak behajtottuk közben. Ezt a fülecskét nem szabad behajtani Anna. Annak ebbe az irányba kell állnia. Megnézzük, hogy működik-e. Így mi. Annáé is sikerült. Hogy itt ne lássunk át ezen a pici lyukon, erre maradt a maradék kis kék lapunk. Azzal csak annyi lesz a teendőtök, beragasztjátok körvonalát ennek a lapnak, és bele fogjátok ragasztani a másikba. És látjátok, így a lukon most már nem fogtok kilátni, csak ezt a képet látjátok. Jó munkát, ügyeskedjetek, akinek szépen sikerült, és szívesen megmutatja, annak megköszönöm. Persze majd annyi, most nézem, hogy Anna fordítva ragasztotta a földgömböt, erre tessék odafigyelni. Sziasztok!